Sziasztok! A mai vlog videón keretén belül megmutatom nektek Krisztiánnak melyik a kedvenc étele, nem más, mint a krumplis galuska, és ezt el fogom készíteni. Így van. Megmutatom nektek, mik kellenek hozzá, nagyon olcsó kaja, de nagyon finom. Nagyon finom, biztos. Úgyhogy lássunk hozzá. Na, szükségünk lesz lisztre, tojásra, ebből fogunk csinálni gyógytésztát, krumplira, és fehér vagy füstölt szalonnára, ami fehér szalonnával fogjuk készíteni. Ennyi a hozzávaló csak, meg a bors. Azzal kezdjük a folyamatot, hogy megpucoljuk a krumplit. Én fél kiló lisztből fogom most csinálni, mert most Krisztiánnak készül, a gyerekeknek mellette még főzök. Úgyhogy első lépésként, hát a krumpli az lehet 1 kiló is, mert majd látni fogjátok, hogy mit fogok vele csinálni. Úgyhogy most először ezt megpucoljuk, felkockázzuk és sós vízbe fölrakjuk főni. Na, megmostom a krumplikat szépen. Most megmutatom, hogy szoktam összevágni. 2-4 fel, és akkor ilyen... Így. Ez a tojások össze ne törjenek. Így kell összevágni. Már nagyon várjuk. A jó helye itt nálam. Jó helye lesz, csak össze ne törjön. Jó, mi mit? Hát ezt szokták csinálni paprikásan, azaz piros zsírral. Én nem úgy szoktam. Ezzel nem lesz semmiféle paprika, meg ilyesmik. Ez így készül, Krisztián így szereti, a mi családunk így szereti, mindenki így szoktuk csinálni. Mert ugye ennek több változata van a krumplis tésztának, ami azt nem szoktuk úgy csinálni, hanem így. Azt mindenit. Na, adunk neki egy kis kakaót, hogy főjön. Addig meg kinyújtjuk a tésztát. Elkészítjük a gyúrtésztát, még a krumplink felfő. Na, az pedig a következő képen fog készülni. Mondtam, én egy fél kiló lisztből csinálom. Ide jött szembe. Nem fogok itt méresgélni dekákra. Szóval nem fogok méresgélni dekákra, meg ilyenekre, meg olyanokra. Mert én mindig azt mondom, akkor a legfinomabb az étel, hogyha mindig ízlés szerint ízesítünk. Hát, 1 kilónak kb. A fele, itt van, ezt belerakom. Így. Belerakjuk a 2 tojást. Hozunk egy kis sót bele. Közben Krisztián elmondja, hogy mit álmodott. Már is felejtettem. Hát egy fél kanálnyi kis só. Nem cukolt te? Nem. Viszti? Jaj. Na, beleraktam a sót is, meg hozok egy kis langyos vizet. Le. Yes, langyos víz? Minek? Hát gondolom összegyúr a tészt. Ja, bocsánat. Ja. Lássuk a medvét. Jó, 2 decit először. Ilyen szép sárga toi. Sárga tésztát gyúrunk, hát gyúrunk hozzá. Anyu, érdezték a sakács. Sakács leser. Szakács, nem sakács, szakács. Én szakács leser. És ebből egy jó rugalmas tésztát fogunk gyúrni. Anyu, ebben kicsit. Majd adok tésztát össze, gyúrtam, jó? Na szépen, addig gyúrjuk, még így a tálba tisztelen lesz. Utána pedig jött a nyújtás. Jó. Fölisztezem a tesztámat. Csinálok ebből egy kis gombóckát. Az elég lesz az nekem? Én tesz az én tisztám. Tiéd is? Neked is lesz? Te is gyúlsz? Igen. Na szóval így működik. Bízok el ebbe ezt a... Jogos.
egy kis kerekre. Na Liza, ez így nem lesz jó, fiam, mert én így font nyújtok és nem fogok. Igen, kicsit menj el arrább, utána majd te csinálod, jó? Kicsit utána nekem adja. Igen, addig szálljál le, jó, lelkem. Addig hagyd bújjam. Gyere át a másik székre oda. Igen, tudod, te ott szoktál ülni, mert itt akadályozol engem itt a nyújtásba. Minden nap megenném ezt. Hát te, vagy milyen izé kalória izé ez ember? Egyszer élünk. Nem lehet tudni sose, látod a mai világban. Egyszer halunk meg. Mai világban nem lehet tudni, mit hoz a holnap. Az ufók is jönnek már. Hál' Istennek. Látod az hírekre? De nem is jöttad az égbe az ufót tanulni. Te láttad? Én láttam. Felnéztem is. Ott volt egy izé a... Na, kicsit így megnyújtogattam. És az ufóval. Nem! Na, oda menjél a másik oldalra, mert nem fogok tudni. Liza. Jó, de lisztezem, ne ragadjon össze, és akkor elkezdem. Arra. Itt nyújt sem. Gyúrhatod. Kipróbálod, Krisz? Nem. Ezt nem szeretném úgy csinálni. De muszáj megcsinálni az emberennek. Sok lesz ez nekem, most már így látom. Hát milyen vastagabb még? Végkutra kell kinyújtani. Tudod? Én nem tudom ebbe. Kell kicsit ez nagy. De... Mi így szoktuk csinálni, anyukám is így szokta, tesóm Rita is. Nem szoktuk paprikás zsírral leönteni meg ilyenek, hanem így fehéren csináljuk. Szerintem így a legfinomabb. Szalonnal. Volt egy olyan, elmondhatom, amikor egyszerre szövettünk. Krisztiánnal összevesztünk. Le fogok felülni. Na mindegy, Krisztiánnal összevesztünk, hát még az elején voltunk, szerintem ilyen egy-két éve laktunk együtt, ugye? Nem tudom. És akkor mondtam neki, ne hívjon fel, én apróságon nem ilyen nőügyek meg ilyenek miatt, és olyan lényegtelen hülyeségen vesztünk össze. Otthon volt én itthon anyuéknál, mondtam, hogy ne hívjon engem, hagyjon engem béki, meg minden, duzzogás, minden ment. Másnap felhívott, mondtam neked, hogy ne hívjál, jó, oké, megértettem, csak azért hívlak, hogy szoktad csinálni a galuskát, mert azt csináltatok magamnak. És azért felhívott. Hát jó, elnevettem magam, meg minden. Utána rá vagy két napra kisbékültünk. Aput hívd már fel, fiam. Papálat, ma hív. Hát Krisztián, milyen szép meg lesz. Most látjátok? Látod, hogy deszkán túl kicsi lesz most neki. Látod, Krisztián, milyen szépen alakulgat itt a dolog. Jöjjön. Össze leragadja. Ez mindig itt van, segít nekem, ugye cica? Igen. Miért fordítsd? Miért fordítsd? Sok lesz nekem, mert már látom. Én még? Akkor is viszont bemelnek. És ez egy fél kiló bón, igaz? Igen. Amúgy apunak is a kedvenc kaján, amikor csinál, akkor mindig viszünk neki is, igaz, Krisz? Igen. Azt már tudtam, de hát egy túl jó kedvenc. De most is ezeket jó. Szemem biztos lett. Nem. Hát érzem. Nem biztos, hogy nem. Nekem is. Jaj! Egy kicsit.
még gyújtok rá egy-kettőt, hogy itt a széle is vékony legyen és kész is van. Úgyhogy most a tésztával már ennyi, úgyhogy ezt kinyújtottuk volna, még a szélén egy kicsit nyújtok, hogy vékonyabb legyen, csak nyilván teszka nélkül fogom, mert már most itt nem tudom tőle nyújtani, úgyhogy ezt kivesszük alóla. De egyébként jó vékony lett, csak még pár helyen csinálhatom a szélei. Vidd ma innen ezt a tálat. Hát te hoztad ide ezt a tálat, miért fogtad be nekem a tálat? Ez kell nekem. Na még arról nyújtani. Na innen. Én töltöm a telem azért. Egy rossz és sütit csináljunk. Egy rossz és sütit. Jött meg kint a pedig. Aha. Itt is egy kicsit. És ugye nem lett az vastagsága. Aha, nem lett a deszkán azon egyenletesen nyújtani, mert... Meg amikor szoktam belerakni, akkor mindig kicsit így meghúzgálom. Na, készen van ez a tészt, egy jó így. Pihenjetek pedig magának. És most össze fogom várni a szalonnát. Jövünk a szalonnához? Így van. Oda megyek, hogy tudjad venni, jó? Én betehetem ki a szalonnát. Tudjuk milyen szaga. Nem tudom, lefakorom, mert úgyis... A sót azt leszoktam kaparni, mert utána idában nekem elég sós. Én tudjuk miért a bakamizét pucolni, de be akarom rakni ide. Látszik, Krisztián, amit csinál? Hagyjál már! Jó. Na most ezt a szalonnát úgy szoktam, hogy... Nem sok az a szalonna? Mindent beleteszed? Ki mondta, hogy mindent beleteszem? Hm? Annál finom. Hát ez egy kalóriabomba amúgy, de ez a krumplis galuska, de hát halljátok, régen is ezt tették szerintem nagyon sokan. És nem voltak annyi beteg, annyi cukorbeteg, annyi vérnyomásos, nem hát volt. Hát most teszi ezt egy cukorbeteg, jó fel. És akkor nem volt olaj. Csak zsír. Ezt így ketté vágtam. Nem kell aggódni, nagyok lesznek, mivel kisül a zsír, ez kis apró kis tipőrtyűk lesznek belőle. Én már nagyok, én nem vagyok. El tudom várni ezeket. El kell várni a nélek. Remélem nem veszítettétek el a fonalat, hogy mit csinálunk, meg hogy mint. Elmondom addig még egyszer, hogy felraktuk a krumplit sósűbe főni, még főt, addig kinyújtottunk egy levél tésztát, és összekockázzuk a szalonnát, ezt meg fogjuk pirítani. Ezt nem nehéz, magamnak is meg tudom most már csinálni. Hát miért csinálnád magadnak, ha van a szúr? Most magam ellen beszéltem, amúgy. Hát, ha kim vagyok pecázni, mondjuk, hogy melyik vikkent házba kimérjük. Hát pont a pecázni, mész nyújtani fogod a tésztát, arra, hogy híres. Megnézem a videót, és akkor meg tudom csinálni. Jogos? Te tudod, ahogy érzed? Így van, vagy nem így van? Köszönöm még egy kicsit bele. Hát megyek pecázni. Szerinted a fiat nélkül át tudnál menni pecázni? Aha. Ordítanak. Liza, te mit dolgozol, fiam? Vágó a tésztát. Gyerekek, vágódeszkán is lehet vágni, ne? Kövezzetek meg ilyet, hogy kézbe csinálom, de én nem vagyok csak az a... Csak neki így esik a kezére. Igen, én nem vagyok az a vágódeszkás stíl, hogy mindent aprítok össze, én csak a 20 szoktam összevágni. Az öltséget néha. Hagymát is így pucolod, igaz? Azt is kézbe. Hagymát csukott szemmel szoktam, mert ugye mindig csíp a szemem, és akkor úgy csukott szemmel. Csak ez a kés olyan most, mint egy bot. Jó, kincsem. Olyan életlen. Krisz! Mi a baj? Baleset? Átadod. Ti jött a késünknek a... Hát vigyázott. Nem kutya a rénk is. Anyu, tudod milyen neked csináltam? Ugye olyat, hogy kis. Olyat csináltam, jöjjetek. Róla úgy csináltam? Mit? Jó, szokott meg. Minket fotózni. Igen. Amikor valamit csinálunk, mindig fotózni minket. Ilyet csináltam, jártad, ilyen videókat.
megkavarom ezt a biztosítőgyárnyékot. Hát az erről nem készült jelenet, hogy ez hogy lehet? Mert ezt főzöm a gyerekeknek, mert ők nem nagyon szeretik. Ha csak krumpli galuskán. Galuskán van a hangsúly, úgyis. Fogunk egy kis edénykét. Belerakjuk ezt a szalonnát szépen. Megpirítjuk. Amúgy szeretem, mikor ilyen színe van a szalonnán, ilyen kis rózsaszínes. Ezeket fakadolt. Egy kicsit ezt nekem megpirítjam. Én meg addig apukát megmutatom nektek. Sziasztok! Ilyen tésztát fogunk csinálni, Lizeiet kért, mert a mama ilyenből főzött múltkor pörkölt mellé, ilyen tésztát csinált, és most neki olyat kellett csinálni. Még várja, le se kezdett sülni. Sik fő a krumpli víz, megmutatom nektek. Hát itt vannak benne a krumplik, nekiabáljatok már. Itt vannak benne a krumplik, szépen ezek itt főnek, nekünk ezek a kis krumplik. És amíg fő a krumpli, addig megpirítjuk a szalonnát. Itt a tésztánk is. Ott van Liza. Itt vagyok én. Sziasztok! Mit készítünk, Liza? Pörköltött meg csigalevest. Csigalevest. Ugye csigalevest is kell neki megcsinálni, majd ezt később délután csinálom meg. Alakul. Krisztián jó borsosan szeretik az. Tenném az egy másfél tányéra. De ne, nyomkod szét, hagyd ugyanik. Vigyázzuk az egészségben, mennyire tudok, de hát... De ez az, hogy nem tudod. Nem lehet kiszámítani egy embernek, hogy mit hoz a holnap, kinek meddig van megérve. Lássuk most a mai világban, itt van az a... Magyarik. Jelenség is, nem mondom, hogy mi ez. A vírus, a vírus. Ja, azt hittem az UFO. Már most újabban az UFO-nyvázban. Na, abban is. Nem vagyunk egyedül. Tudod, egy kicsit fogni hozzá be magam, mert kinyi halott, mert kiszáradtam itt a... Fogjam is, mert kavarra, mit fog érni? Nem vagy tőle, gyerek. Hát le is, gyerek. Ez le fog érni. Mit csinálod a gyerekekkel? Jeget? Komcsi? Mutasd meg. Van ez a, tudjátok, ez a popit, vagy mi annak a nem, popitú, vagy mi a rosszabb, ez nem tudom. És akkor raktunk bele vizet, kimosta. Ja, de ezt kitalálta ki? Rubina, mi? Nem? Rubin, nem tudom, láttam már amúgy több mindenkinél ilyet. Mm. És mondom, kipróbáljuk, úgyhogy most ezt egy jó pohár hideg kólával ki fogjuk próbálni. Oh. A szalonnát azt pedig kavarja rendben. Ja, bocsasz. Elnézést. És most nem jó ajtón kopogtattunk. Ezt kezdtem tudjuk magadni, mert ez nekem sok. Jó. Jó, hogy egyetlen-e. És se kavics. Csül a szalcsó. Aha, elég. Hát itt mutassuk. Ha szalcsüljön, ott pedig megmutassuk, hogy hogy csinálom. De kis cuki kis félgömböt. Azt a rézágyúját. Szép ilyen nagy darab. De miért ilyen a színe? Nézd már meg. Ja, a víz. Ha lefogyasztod a vizet, akkor olyan ilyen kis moszatok vannak benne. De miért van az? Nem tudja. Mit hoz még a holnap? Túl hideg lesz, valahogy is hideg voltok, ahol láttam. Ez még hidegebb. Hát én nem iszom álmozom a hideget. Megiszott. Én tudod, nem iszom a hideg kólánt. Na, kész a kólánk is. Egészség. Kicsikár csak. Hm.
Mindegy, valamit hiányzik, mutatom. Mutasd meg. Ezzel jobb. Hát, ma van nincs itt a párt. Jó, azért az... Nagyon belemerültem itt a kóla az átlévőt. Folytasd. De ennek fiam, így szépen meg kell sülni. Amúgy be kéne kapcsolni a párelszívót, de akkor nagyon fog bugni, és nem fogtok minket hallani. Szépen megpirult, nem fogom tovább pirítani, mert réget lesz az íze. Ez így, mink így szoktuk ilyenre pirítani a szalonnát, úgyhogy ezt félre is rakom ide. Elkészült, úgyhogy várjuk, hogy felfőjön a krumpli víz, megfőjön a krumpli, és aztán majd mutassuk nektek tovább. Na, megfőtt a krumpli, úgy fogom csinálni, hogy egy ilyen szűrő kanállal szépen kiszedem egy tálba. Jó, puhára kell főzni a krumplit, így, hogy itt így szétmenjen, így. Mert ezt egy kicsit meg fogjuk törni. Hány percig főtt kb? Ó, én neked ne kérdez, hát mindenki tudja, hogy krumpli mentig föl, még meg nem puhul, addig föl. Vágom. Nyilvánvaló, hogy meg tudja mindenki nézni, egy villát beleszúr, vagy oda nyomja a falához, az edény falához, és akkor észre lehet venni, hogy megpuhult a krumpli, vagy nem. Nem az összeset fogom kiszedni. Hagyom benne? Persze, hogy egészben is legyen benne. Ja, egészben is legyen benne, értem. De az ilyen 80%-át kiszedjük a vízből. Nagyon szépen néz ki a krumpli. Ez egy sima föld krumpli. Semmi extra nincs benne. Csak egy kis só. Na. És akkor így ennyit hagytam benne. Az még tovább? Mutasd meg, mutasd már meg, ember. Jó, hagyunk benne. Ezt ide rakjuk egy picit. Most pedig a tésztát fogjuk belerakni. De úgy, hogy először ezt leveszem. Így. És akkor megmutatom, hogy ezt az alapot hogy készítem el. Na most jön az, mutassál. Most jön az, ami miatt ez ilyen krisztiános krumplis galuska. Na nézd! Meg fogom neked most mutatni. Erre mondjuk én nem tudom, csak mindig eszem. Szükség van egy ilyen krumpli törőre. És ezt úgy képzeljétek el, hogy ezt a szalonnát, az zsírjával együtt belöntsük így a krumpliba. Na most, hogyha nem fő ki belőle annyi zsír, akkor egy picit még teszünk hozzá. Én most teszek hozzá. Liza, ne üvöltsél, légy szíves, jó? Én most teszek hozzá, nyugi, nem lesz olajos, nem lesz zsíros, mert a krumpli fel fogja inni, meg a tészta is. Vegyünk elő egy kis borsocskát. Borsocska? Magad töké? Szépen én megtörjük. Ezzel a cuccot. Nem kell igaz. Dehogy is nem. Csak arra kell vigyázni. Nyilván nagyon kell vigyázni rá, mert hogyha sószalonnával csináljuk, akkor vigyázni kell. Hát, hogy nem lesz zsíros, mert felveszi alapból a krumplis, nem még hozzá megy a tészta is, úgyhogy még jobban nem lesz. Nem kell félni. Ilyenkor szoktam megkóstolni, mivel hogy sós vízbe főztem a krumplit is ki, meg a szalonnai sós, én mindig megkóstolom ezt a krumplis masszát, és akkor az alapján teszek hozzá a sót. Szia, fiam! Mehet bele a só, mert sót. Mit azt csak, hol menjünk? Pecázni? Menjünk pecázni. Hagyjatok már a pecázással. Jó. Megsóztam. Kicsit összekeverem benne. Raktam bele sót, borsót. Benne van a... Minek mondják már, szalonna. Megpirított szalonna zsírjával együtt. Meg egy kis olajt tettem még rá, hogy ilyen jó kis massza legyen. És akkor most jövünk azzal, hogy abba a vízbe, amiben benne van a pár darab szem krumpli, ha szépen belerakjuk a tésztát. Fogok egy kést. És felhasítom a tésztát. Valaki lopott a tésztából. Igen, Liza közben kicsípett egy darabot. Szerintem leüljél, mert ide jövünk. Elnézést. Így szoktam belerakni, mutasd meg a kezem. Hogy ilyenek a csipkedve. A krumplis vízbe, amikben a krumpli van. Hát ezt nem is tudtam meg én sem. Abba a vízbe rakjuk bele, amiben kifőztük a krumplit. Szépen így belecsipkedjük. Megkeverjük, hogy ne ragadjon össze. És akkor folytassuk. Mi zarabd el? Nem, nem es,
Ricsike, hogy neved? Mutasd már meg. Nem az? Ha? Ha? Hogy csinálja Ricsike? Mutasd már meg Ricsike, hogy csak kinevetni. Tudod? Ha? 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 Jövök már. Közben merül a telefonom. Közben meg a másik tésztavíz is felfőtt, amikor kifejezem Lizának a tésztát, amit választott. A kagylós tésztát? Ahol egy kicsit vastagabb a tészta, most meg szoktam kicsit húzni. Akkor a két centesek. Hát változó. Ide adunk gyorsan ezt a tésztát is belerakom. Persze. Szépen kérdés. Gyorsan belerakom a kagylóskát. Ez a főkölt mellé. Rejöntjük a kukába, szöcskót. Hát ez sajnosan nem tudtuk, hogy hogy készült. Hát most ez egy egyszerű pörkölt. Egyszerű pörkölt. Na, beleszaggattam. Most meg kell várni, hogy felfőjön. Felfő, utána még pár percig főzzük, hogy jó puha legyen a tészta, ne legyen ilyen ragacsos, utána le fogom szűrni, de úgy is mutatom. Most az a helyzet van, hogy megvárjuk, hogy a tészta megfőjön. És hozzá keverjük a krumplis alaphoz. Közben jó, a kis kagylómat is főzöm. Hát ezt nem mutattuk be, de ez is fő. Na hamarosan jövünk vissza. Na erről beszélek, ez az állapot, amikor felfő. Minden is számítva még kicsit főzzük. És kész. Lehet, hogy hosszúnak tűnik a folyamat, de egyébként nem egy hosszú folyamat, szóval elmondom akkor így lényegében, hogy miről szól a dolog. A krumplit megpucoljuk, felrakjuk sós vízbe főni, amíg fő, addig lepirítsuk a kockára vágott szalonnát, meg kinyújtsuk a tésztát. Amikor megfőtt a krumpli, kiszedjük 3/4 részét, hagyjuk benne pár szemet, és abban a vízbe belerakjuk a tésztát, beleszakassuk kézzel, utána összekeverjük az összest, úgyhogy ennyi. Megfőtt a tészta, le fogjuk szűrni. Várom. Igen. Várjál, kis szemmenjél kicsit arra, mert a gőz fel fog menni csapni. Az is kész van, a pörkölt is. Na, beleraktam a szűrőbe, lecsurgatjuk ezt a ragacsos vízt, és hát ugye nem mindenki szűri a tésztát, van, aki így szokta, én le fogom szűrni mindenképp, mert én mindig leszűröm a tésztát, nem szeretem az ilyen nyálkás ragacsos lét rajta, szépen leszűrjük. Na, szépen átmostam, le van szűrve, lecsepegtettem, most hozzá fogjuk tenni a krumplihoz. Na, sírtam először is a krumplit. Várjál, hogy nem itt csöpögjön még valamennyi. Így, egyszerűen szépen. Sátok, mennyire kiadós. Na, hagyjál benne, légy is. Lekapál? Jó lenne, mert nem tudom. Várj akkor. Jó, úgyis kimosom. Szeretem. Tudjuk, ha nem mondjuk. Na, jövünk és ezt összeforgassuk. Na. Látod, tisztán nem lett rajta olaj, meg zsír, meg nem csorog belőle sem zsír, meg ilyenek. Ennyi kell bele, hogy ilyen jó szaftos állaga legyen, ne legyen száraz. Na, vedd már el tőle, fiam. Mit? Nem tudom mit, de valamit elvett. Ja, a csokit. Hát ne vedd el tőle, amúgy se hát el csokit, neked diétáltat kell, fiam. Csá! Köszönj már. Menjünk, hova menjünk, mutasd meg. A só íze rendben van, mert én közben ellenőriztem, aki akarja még a szupongát tudja sózni. Szóval a lényeg az, hogy mi így készítsük. Tudom, hogy van az a paprikás zsíros verzió
de mi nem szoktuk úgy, mi mindig így csináljuk, nálunk így szeretik. Nálunk ez a krumplis galuska. Tehát nem az a paprikás verzió. Higgyétek el, hogy nagyon finom és nagyon. De ha kipróbáljátok, szerintem nem fogtuk csalódni, mert nagyon-nagyon finom, meg nagyon olcsó kaja is, laktatós is. Mindjárt tálalom. Na gyerekek, elkészült. Krisztiánnak külön leborsoztam, mert ő borsosan szereti. Kóstold meg. Krisztiánka, tőled kész vagy pörrit? Hát ez nagyon finom. Na szóval így készítjük Krisztiánnak a kedvenc ételét, a krumplis tésztát, krumplis galuskát. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk legközelebb, és puszilunk mindenkit, sziasztok! Sziasztok!